Köszöntöm a Budai Magazin nézőit. Egyre jobban támad ismét a Omikron vírus variánsa, és a szennyvízben is egyre nagyobb mennyiségben található meg a koronavírus koncentrációja. A témában vendégünk Rusvai Miklós virológus, üdvözlöm. Jó napot kívánok, és boldog új évet, az idén először találkozunk. Így van, boldog új évet. Hát csökken a vakcinált beadatók száma, és hát úgy tűnik, hogy kevesebben hisznek a vakcinában, mint eddig, és kevesebb is érkezett Magyarországra az előző évekhez képest. Ha valaki nem esett, vagy átesett a víruson, de mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt kapta meg a védőoltást, mennyire van védve most jelenleg az új variánsokkal szemben? Az immunrendszer nem felejt, tehát részleges védelme olyan értelemben van, hogy körülbelül 5 nap múlva kezdődik a szervezetben az antitestek termelődése, illetve akkor ér el olyan szintet, aminek már bizonyos védőhatása van, és utána ez gyorsan emelkedik. Ha valaki még életében soha nem találkozott volna a vírussal, annál ez a folyamat körülbelül 3 hét. Tehát aki már vagy oltatta magát, vagy átesett a vírusfertőzésen, az egy 5 napos betegségnek néz elébe, ha nem elég friss volt a fertőzés, vagy az oltás óta több idő telt el, tehát körülbelül egy 3-6 hónapig marad védőszinten az antitestek mennyisége a szervezetbe, utána óhatatlanul csökken, és ha időről időre nem frissítjük fel az immunmemóriát, akkor ez a védőszint nem ad megfelelő védettséget, tehát egy rövid ideig tartó betegségperiódus után gyógyulunk fel újra, de ez nem jelenti azt, hogy védtelenek lennénk, csak az immunrendszernek idő kell, amíg reagál. Mennyire más ez a frissített vakcina az előző vakcinához képest, és mennyire szükséges, hogy ismételt oltásokkal frissítsék az immunizációt? A korai vakcinák azok az eredeti wuhani változat ellen készültek, ami ugye Kínából kiindult, és az ellen jó védelmet is nyújtottak, de azóta a vírusnak az úgynevezett S-fehérjéje, vagy tüskefehérjéje, ahogy ismerjük, ez számos változáson ment át. Ennek a változásnak 2 következménye van. Egyrészt a vírus gyorsabban be tud jutni a sejtekbe, tehát fertőzőképesebb, gyorsabban terjed, de az antigenitása is megváltozott, tehát a korai vakcinák által generált antitestek már kevésbé védenek. Úgy kell ezt elképzelni, hogy mondjuk a vírus be akar jutni egy ajtón, van egy nyers kulcsa, azzal bejut, de viszonylag nehezen. Ha ezt elkezdi reszelgetni, és egyre tökéletesebben illeszkedik a kulcs a zárhoz, akkor sokkal gyorsabban bejut, tehát ez a tüskefehérje sokkal gyorsabb bejutást, könnyebb fertőzést biztosít a vírus számára, de a reszelgetés közben az alakja megváltozott, és az antitestek ezért kevésbé hatnak már ellene. De ez nem jelenti azt, hogy védtelenek lennénk, ez azt jelenti, hogy a korábbi vakcinák mondjuk 80%-ban védenek az új variánsok ellen, az új vakcinák pedig körülbelül 90%-ban, egy olyan 10%-os hatékonyságcsökkenés van csak a korábbi vakcinák esetében. 2 variáns jelent meg, az egyik az Eris, a másik pedig a Pirola. Az Eris van jelen nálunk is Magyarországon, és az Egészségügyi Világszervezet a figyelmet igénylő változatok kategóriába emelte. Mit jelent ez pontosan? Több kategória van a WHO szabályozása szerint. Vannak ugye a közönséges kategóriák, amikről nem tudunk, vagy ez az, ami általános variánsok, amik nem érdemelnek figyelmet. A figyelemre méltó kategória az már a második szint. Az összes variáns száma több mint 16 ezer. Tehát ebből a figyelemre méltó, vagy figyelmet igénylő variánsok száma az néhány tucat. És utána vannak a veszélyes variánsok, ezek közül pedig 2 kezemben meg tudom számolni, hogy hány van.
Ezeket ugye általában görögbetűvel jelöljük, vagy annak az alváltozataival, de minden esetre ezeknek a száma nagyon korlátozott. Egyébként Magyarországon jelen van már a pirola is, viszonylag mérsékelt a variáns kutatás Magyarországon, ez nem olcsó dolog, illetve azt, hogy ezeknek a vizsgálatoknak mi az eredménye, azt is nagy időközökkel hozzák csak nyilvánosságra, nagyjából fél évente, tehát az utolsó vizsgálati eredmények, átfogó vizsgálati eredmények, azok valamikor nyárról származnak, de minden esetre vannak annál frissebb eredmények is, így tudjuk, hogy a pirola változat az már itt van Magyarországon szintén. Mennyire kell attól tartanunk, hogy egy agresszívabb variánssal találjuk magunkat szembe elő vagy utóbb? Nagyon kicsi a valószínűsége, tudnélik a jelenlegi kis kórokozó képességű változat, éppen azért, mert nagyon fertőző képes, ezért dominánssá vált. Ezt nem tudja kiszorítani egy olyan vírus, aminek a megbetegítő képessége nagyobb, de a fertőző képessége kisebb. Tehát a vírusok között a harcot mindig a fertőző képesség dönti el, az, hogy a kórokozó képessége milyen, az alárendelt jelentőségű. Sőt, a vírus szempontjából is előnyös, ha nem okoz nagyon súlyos betegséget, vagy nem halálos, hiszen akkor ugyanazt az embert többször is megfertőzheti élete során, tehát a vírus fennmaradása biztosítottabb. Ezért evolúció szempontból kicsi a valószínűsége annak, hogy egy nagy kórokozó képességű változat újból kialakuljon. Egyébként, ha egy ilyen létrejönne is, akkor is a lakosság már védett, hiszen vagy átfertőződtünk, vagy vakcináztattuk magunkat, vagy mind a kettő, tehát már nem vagyunk védtelenek, mint ezelőtt 4 éve, 3,5 éve voltunk a koronavírus ellen. Ugye látjuk, hogy kevesen oltanak, tehát kevesen veszik igénybe a frissítő oltásokat. Kiknek ajánlott igazán? Igen, a lakosság, hogy úgy mondjam, beáraszta már a koronavírus fertőzést, ugyanúgy, ahogy az influenza vakcinát is, nagyon kevesen veszik föl. Tehát az emberek többsége úgy van vele, hogy egy ilyen 4-5 napos náthás periódust inkább bevállal, de nem megy el oltatni magát. Lelke rajta, mindenki azt a megoldást választja, amit úgy gondol, hogy a legjobb stratégia. Mindenesetre én a koronavírus elleni vakcinázást szintén csak azoknak ajánlom, akiknek az immunrendszere valami miatt nem működik megfelelően, tehát a daganatos betegek, daganatterápiában részesülők, súlyos allergiával küzdők, akik immunrendszer működést csökkentő kezelést kapnak, a jelentős túlsúllyal küzdők, szív- és érrendszeri betegséggel küzdők, tehát ők azok, akiknek ajánlott esetleg az oltás felvétele, továbbá az idős embereknek, mondjuk a 70 év fölöttieknek, elsősorban akkor, ha idős otthonokban laknak, ahol a fertőzés esetleg jobban terjed és nagyobb gondot jelenthet. Influenza vagy Covid sokszor teszik fel ezt a kérdést, hogy mi dönti ágynak leginkább most az embereket. Fontos-e még azon gondolkodni, hogy most influenzásak vagyunk, vagy covidosak, vagy inkább a prevencióra és a betegségen való könnyed átvészelésen kellene gondolkodni? Klinikai tünetek, tehát az okozott problémák szempontjából az influenza, a Covid és a nátha nem elkülöníthető. Tehát köhögés, tüsszögés, orrfolyás, gyengeségérzet, hőemelkedés, az influenza esetében láz, nehezített légzés, ezek tulajdonképpen a fő tünetei mindhárom betegségnek, és a gyógymód is gyakorlatilag ugyanaz. Tehát átnyugalom, egyenletes hőmérséklet, sok folyadék, és ha lehet, ne menjünk közösségbe, hogy ne terjesszük a fertőzést mindaddig, amíg betegek vagyunk. Ez nagyjából 5-7 napos periódust jelent, ezzel a célszerű otthon tartózkodni.
Az influenza az én véleményem szerint jelenleg súlyosabb betegség már, mint a COVID, tehát magasabb lázat okoz általában, izomfájdalmakkal, ízületi fájdalmakkal jár, de bizonyos esetekben ez a COVID esetében is megfigyelhető, és az esetleg jelentkező magas láz miatt az előbb említett csoportok közé még feltétlenül fel kell venni a várandós kismamákat, mert az influenza vírus ugyan nem megy át a magzatba, de az okozott magas láznak magzatkárosító hatása van, ezért az influenza védőoltás mindenképpen ajánlott a várandós kismamáknak a magzatvédelme érdekében. Egyébként a három betegség tünetileg és kezelésben nagyon hasonlóan zajlik. Az influenzáról is beszélgetünk hamarosan, de előtte még egy fontos kérdés, hogy memóriazavarokat és agyi problémákat is okozhat a COVID, ezt is lehetett olvasni, hallani. Kiknél jelentkezhetnek ezek a tünetek, illetve milyen kezelések lennének az alkalmasak, a megfelelőek erre? Tulajdonképpen ilyen úgynevezett mentális problémákat már a korábbi vírustörzsei is okoztak a koronavírusnak, ennek a SARS-CoV-2-nek. Most egy nagyobb tanulmány jelent meg erről, azért irányult rá a figyelem. De főleg a post-COVID tünetek között körülbelül 15-18%-ban már korábban is leírtak depressziót, alvászavarokat, tanulási problémákat például a fiatalok körében. Most ehhez még az úgynevezett szorongásos kórképek is társultak. Ez a COVID-fertőzöttek nagyjából 5-7%-ánál jelentkezik legfeljebb. Ugyanakkor megszűnt a korábbi variánsoknál megfigyelt íz- és szaglásvesztés. De ezek a mentális problémák most a figyelem központjába kerültek. Sajnos gyógykezelést nincs rá, ez most egy új megfigyelés, lehet, hogy a későbbiekben majd próbálják ezeket gyógyszeresen kezelni, de jelenleg nem tudunk rá speciálisan gyógykezelést adni. Ugye említette, hogy súlyosabb problémát okoz jelenleg az influenza, és látjuk is, hogy az influenzás megbetegedések száma is emelkedik. Mit lehet tudni a mostani influenza járványról? Tavaly nem volt annyira jelentős, idén mi várható? Tavaly is azért azt kell mondani, hogy az utóbbi 7 évvel korábban volt a tavalyihoz hasonló nagyszámú influenza megbetegedés. Tehát már a tavalyi év is, éppen azért, mert az előző 3 évben a bezártság, a kiárási korlátozások, az online oktatás, a távmunka stb. Következtében az emberi érintkezések száma csökkent, ezért 3 évig gyakorlatilag sehol nem volt influenza járvány. Tavaly Európában, Észak-Amerikában, tehát a fejlett világban megtörtént a nyitás, ezért tavaly ugyanez időtájt, tehát az év elején egy viszonylag nagyszámú megbetegedéssel járó influenza járvány zajlott. Az, hogy az idén is lesz-e hasonló, ezt nem tudjuk most még megmondani, de valóban a légzőszervi betegségek között az igazolt, tehát amiből kimutatják a vírusokat, ezek között, a fertőzések között növekszik az influenza aránya, de még mindig a koronavírus a domináns. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 igazolt vírusfertőzésből még mindig körülbelül 80 a koronavírus számlájára írható, 15 az influenza számlájára, és 5 az pedig egyéb légzőszervi vírus következtében alakul ki, metapneumovírus, óriás sejtesvírus, parainfluenza vírus, rinovírusok, és még körülbelül egy tucatnyi más vírus, ami részt vesz ezeknek a kórképeknek a kialakításában. Javában benne vagyunk most a vírus szezonban. Érdemes-e még fölvenni az influenza elleni védőoltást?
Az influenza elleni védőoltást igen. Én úgy gondolom, hogy az influenza most kezd majd igazán terjedni. A koronavírus talán már csökken. A szennyvízben is a legutolsó heti adatok szerint már stagnálás mutatható ki, illetve a légzőszervi, az összes légzőszervi betegség szám is az elmúlt heti statisztika alapján már csökkent a karácsony előtti stádiumhoz képest. Tehát magyarul a légzőszervi betegségek száma csökken, de ezen belül az influenza fertőzés szám nő, tehát én szerintem most még érdemes az influenza oltást felvenni. Milyen szövődményeket okozhat az influenza járvány? Elsősorban az úgynevezett másodlagos légzőszervi fertőzések száma növekedhet. Mindenféle baktériumos kórokozó az, ami társulhat akár a koronavírus fertőzéshez, akár az influenza fertőzéshez. Ismertebb ezek közül a mikoplazma, ami például Kínában ezelőtt egy hónappal nagyon jelentős járványt okozott elsősorban a gyerekek közében, de ugyanígy Magyarországon is ugye ez széles körben elterjedt ez a baktériumos kórokozó, de úgy a pneumokokusz szintén az, ami fertőzést okozhat. Az időseknek mindenképpen ajánlott ennek a vakcinának a felvétele is, tehát a pneumokokusz elleni védőoltást mindenképpen ajánlott 70 év fölött. Tehát ezeket az úgynevezett másodlagos baktériumos kórokozókat mindenképpen figyelembe kell venni. Ezeknek a megelőzésére viszont már antibiotikumok rendelkezésre állnak, tehát ha valakinek 5 nap után, 7 nap után nem szűnik meg a légzőszervi betegsége, az már valószínűleg nem a vírus következtében alakult így, hanem másodlagos baktériumos fertőzés van, ilyenkor kezd általában a házi orvos már antibiotikum terápiába. Egy kis külföldi kitekintés következik, Belgrádot szamárköhögés járvány sújtja, és szinte már eltűnt a betegség, viszont talán azért is térhetett vissza, mert a védőoltást egyre több szülő elutasítja. Mi történhet, hogyha fellazul a védőoltások hálója? Ez. Tehát ugye pont az, hogy ebben az esetben azok a már legyőzöttnek vélt gyermekbetegségek újra előtörnek. Egyébként ugyanezt történt Horvátországban, tehát ott kezdődött a szamárköhögés járvány körülbelül egy hónapja, és terjedt szét. Magyarországon szerencsére a gyermekek átoltottsága az 99% fölötti, tehát 99,9 körül van, tehát Magyarország rendkívül jól áll. De itt kötelező, tehát itt nem a szülő dönthet róla, hanem ez egy kötelező oltás. Ez igaz, de nagyon sok más országban is kötelezőek ezek a vakcinák, csak ott a szankciók esetleg enyhébbek, de minden esetre Magyarországon ugye ennek a betegségnek a védőoltása a diperte oltás, ami gyerekkorban többször is ismételve kerül beadásra, tehát ez a diperte, abból a pertussis az, ami a szamárköhögést jelenti, ugye a diftéria az a di, a per az a pertussis, a te az pedig a tetanusz, tehát 3 baktériumos betegség ellen védünk egy kombinált oltással, a diperte oltással. Ez mindenképpen ajánlott, mert 3 halálos gyermekek körében ezelőtt 100 évvel nagyon nagy halálozási arányra járó betegségekről beszélünk, tehát a szamárköhögés is egy ilyen volt. Mekkora veszélyt jelentenek az álhírek a védőháló fellazulására? Gondolok én erre, hogy ugye egyre több szülő kevésbé részesíti előnyben a védőoltásokat, mert félnek tőle, félnek a mellékhatásoktól, de ugyanakkor lehet, hogy nagyobb problémát okoznak később azzal, ha nem adatják be a védőoltást. Gyakorlatilag ezeknek az oltásoknak nincs mellékhatása. Több mint 60 éve generációk részesültek már ezekben a védőoltásokban,
mindenféle mellékhatás nélkül. Tehát pont ezek a gyerekkori védőoltások azok, amelyek legbiztonságosabbnak tekinthetők. Tehát az, hogy ezeknek, tehát minél szélesebb körű felvilágosítás kell. Sajnos Magyarországon is az egészségtudatosság nem túl erős. Tehát a különböző szűrőprogramokban nagyon kevesen vesznek részt, mióta nem kötelező a tüdőszűrés, azt is nagyon sokan elmulasztják, de ugyanígy a nőgyógyászati szűrésekre, a prostata szűrésekre, a vastagbélrák elleni küzdelemben a szűrésekre nagyon kevesen mennek el önként, pedig hát ezek életet mentenek, és amikor irigykedünk, a skandináv országok, vagy a távol-keleti országokban a magas átlag életkorra, akkor tudnunk kell, hogy ott pont ezek a szűrőprogramok és a széles körben alkalmazott védőoltások azok, amik segítenek az emberek egészségét megőrizni. Rósvai Miklósnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A viszontlátásra.